Advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. Az advent szó jelentése eljövetel, a latin adventus domini kifejezésből származik, ami annyit tesz az úr eljövetele. Ma már az ünnepvárás része egyre több felé a karácsonyi forgatag, mely már a kiskörösön is nagyon népszerűvé vált az itt élők és az ide látogatók körében. Egy nagyon sikeres tíz nap van most már adventi tér néven a nagy ünnep előtt, karácsony ünnepe előtt, aminek végten nagy öröm a szívemben, hogy ezt be tudtuk hozni a városba, és hogy ennyire sikeres, és ezt nem győzöm megköszönni az egyesületeinknek, az intézményeinknek, mindenkinek, aki időt és energiát nem, nem sajnálva kijön a térre, és, és vendégül látja az ide kilátogatókat. Az adventi tér az adakozás mellett az összetartozásról, a közös élményekről is szól. Intézményeink és egyházaink segítenek abban, hogy minden nap legyen fellépő, és egy, egy 20 perces, kis órás műsorral színesítsük az adventi tér hangulatát. Az evangélikus templomban tartanánk most utolsó vasárnap este 19 órakor, egy ilyen záró koncertet, ahol Zséda lesz a meghívott előadó, és egy Zséda koncerttel fejeznénk be az adventi felkészülést, és kezdődne a karácsonyi ünnep, kimondottan az ünnepi koncertjét kértük a művésznőtől, hogy azt hozzá el nekünk is körösre. Az elmúlt évben újjászületett a főtér, a már megszokott karácsony előtti díszkivilágítás is átalakul az ünnepre. Teljesen megújított diszkivilágítást szeretnénk majd elhelyezni a főtéren. Dolgoznak a kollégák már az új kivilágításon, valóban az összes fán kicseréljük a meglévő izzókat, mert ezek már nagyon modern e, időben is jobban, az idő, időt is jobban bíró e, ledes e, világításokkal alakítjuk át, és, és készül a, készülünk az új térnek is a teljes e, új megvilágítására. December 11-én pénteken 17 órakor nyitja meg képzeletbeli kapuit hivatalosan az Adventitér, mely egészen december 20-áig vár mindenkit. 12 egyesület alapítvány vállalta, hogy minden este fogadja és vendégül látja az érdeklődőket, természetesen némi adomány fejében. Néhányan pedig csak egy-egy estén jelennek meg az adventi forgatakban. Az önkormányzat ezúttal a rendezvénysátor segítségével is próbálja védeni a résztvevőket az időjárás viszontagságaitól. Advent négy vasárnapján nem maradhat el a már hagyományos gyertyagyújtás sem. A katolikus, baptista, pünkösdi, evangélikus és református gyülekezetek képviselőinek közreműködésével. Az adventi tér ideje alatt a művelődési ház minden este 18 és 20 óra között angyali kuckójában kézműves foglalkozásokkal várja a gyerekeket.